klub, ugye, ami most nemrég indult el. Szerintem erről azért érdemes egy picit külön beszélni, mert ugye maga az előfizetéses modell, az itthon azért még egy relatív új dolog, nem annyira elterjedt, mint mondjuk a nyugati piacokon. Egyrészt nagyon kíváncsi vagyok, hogy egyrészt, ez szerinted miért? Miért van ez, hogy ennyire mondjuk ebbe le vagyunk maradva? Illetve mondjuk mit tapasztaltál így az egésznek az indulásával kapcsolatban? Ugye most egy hónapja, második hónapja indult el, ha jól tudom, ugye? Így van, ugye a Du Marketing Club az egy két-két és fél hónapja elindult előfizetéses rendszer, de már egyébként előtte is még az online katapulttal, lassan már 5 éve, még mi csináltuk meg annó Magyarországon az első ilyen online bankkártyás fizetéssel működő előfizetéses rendszert. Úgyhogy ebben valóban elég sok tapasztalat van, és annó a Katapult Klubot egyébként a legnagyobbá is sikerült növeszteni. Tudtam, már nem volt olyan, ami ilyen 500-550 fő és taglétszámmal működött volna Magyarországon. Online marketing témában biztos nem. És ugye az volt a kérdésed, hogy miért nem terjedt el? Igen, egyrészt, hát, hogy leginkább technikai azért, okok, mert bizalom. Technikai oka volt ennek annó. 5 évvel ezelőtt emlékszem, hogy nagyon-nagyon sok utat ki kellett taposni még ahhoz, hogy működjön ez az egész bankkártyás sztori. Nem igazán volt olyan cég Magyarországon senki, aki tudta volna az automatikus bankkártyás terhelést, és a külföldiek közül pedig nagyon kevés olyan volt, aki szerződött magyar céggel. Tehát hiába volt PayPal, hiába volt Stripe, ők mind-mind nem szerződtek egyébként magyar cégekkel. És aztán egyszer csak rábukkantunk a Braintree-re, aki viszont már szerződött végre magyar céggel, ez volt kb. 5 évvel ezelőtt. És akkor elérhetővé vált ugye a technikai megoldás, emlékszem még annó Sales Autopilotnál írtam Kaut Gyurinak, aki tökre lelkes lett azonnal, hogy úristen, ez mekkora jövőbe mutató megoldás, gyorsan fejlesszük le közösen. És emlékszem mai napig is, hogy van egy ilyen több mint 100 e-mailből álló levélváltásunk, aminek a végeredménye az lett, hogy akkor készen lett a Braintree Sales Autopilot integráció, és onnantól kezdve képes voltunk a havi automatikus levonást csinálni, sőt, konkrétan egy kattintásos upsellt is, ez a kettő egyszerre jelent meg Magyarországon, és így mi voltunk ennek így az úttörői a Sales Autopilottal, meg az online katapulttal. És hát mind a kettő egyébként önmagában megérne egy sztorit, egy beszélgetést, mert megváltoztatott azóta így mindent. És a bizalom kérdése, tehát ugye nyilván ezekben a modellekben ugye egyrészt az a nehéz, hogy én elköteleződök, és hogy milyen időre fizetem havonta az előfizetéses díjat, fél évig, egy évig mit kapok érte, ugye nyilván ez egyik kérdés az ő oldaláról, illetve hogy te hogy tudod megtartani őt, ugye hogy tudsz folyamatosan értéket generálni, tehát az mind a két fél részéről ugye jelenti ezt. Hogy szerinted mi a titka egy jó ilyen rendszernek? Biztos, hogy egyrészt ti is csináltátok, meg gondolom sok külföldi mintát néztetek, elemeztetek. Hogy lehet megtartani szerinted így a tagokat, és mi a titka a sikeres klubnak? Van egy mondás a marketingesek között, amit, ha jól emlékszem, akkor Stu McLaren-től meg Pongoli Vász Attilától hallottam a legtöbbet. Nem én találtam ki, ez biztos. Úgy szól ez a mondás, hogy a tartalomért jönnek az emberek, és aztán a közösségért maradnak. És ebben az egy mondatban igazándiból az egész előfizetéses rendszer konstrukciónak a lényege benne van. Tehát kell egy racionális magyarázat arra, hogy miért kezd el fizetni ezt a cuccot, és utána oda kell tenni azokat a közösségi elemeket, amik aztán megtartják az embereket. De manapság... Ezek, amúgy? Hát ugye a tartalom az tök egyszerű. Bármi, amiben te szakértő vagy, amiben van gyakorlati tudásod, tapasztalatod, akkor azt csináld meg valamilyen online felületen elérhető módon. És a közösségi megtartó erő az pedig elég sokrétű lehet. Az egyik legjobb módszer szerintem az a Facebook csoportoknak a létrehozása. Hogyha betereled az előfizetőidet egy ilyen online közösségre, akkor ott ugye be tudnak mutatkozni egymásnak, feltehetik a kérdéseket, egymást is segítik, illetve az adott csoport vezetője, mint szakértő is segít a kérdésekben. Ugye ez egy nagyon-nagyon erős dolog. És ugye az egésznek az a lényege, hogy egy terméket nagyon könnyen lecserélnek az emberek. De egy emberi kapcsolatot már sokkal nehezebb lecserélni. És például ez az online Facebook csoport, ez létre tud hozni egy ilyen emberi kapcsolatot, ugye az adott szakértővel is, de egyébként a közösség többi tagjával is. És abban a pillanatban, hogy ezt valaki erősen felépíti, és tényleg foglalkozik vele, gondozza ezt a csoportot, akkor a lemondás pillanatában már nem az lesz a kérdés,
hogy te lemondod-e ezt az előfizetést, hanem az, hogy ott hagyod-e a barátaidat, akik hónapokon keresztül segítettek neked, amikor kérdésed volt. Tök jó. És ugye a Facebook csoport az csak egy módszer, van egy csomó másik. Lehet például találkozók, azok lesznek amúgy nálatok? Vagy? Pontosan, ezt akartam én is mondani, hogy lehet például offline találkozókat is csinálni, ami szerintem nagyon fontos, és egy következő szintre tudja emelni azt a kapcsolatot, ami már így online kialakult az emberekben. Pont egy korábbi interjúban volt erről szó, hogy ezt a kettőt mennyire érdemes kombinálni, pont azért, mert ugye online-osodik a világ, és hogy minden így személytelenedik kicsit, és ugye hogy ez egyre távolodnak így tényleg online az emberek, de hogy az offline-nak még mindig megvan az ereje, annak a készfogásnak az, hogy személyesen látod a gesztusait, és hogy gyorsabban felépül a bizalom, majd utána az online-t is erősíti azt a lojalitását. Pontosan, és egyébként én azt gondolom, hogy talán kicsit fontosabb is az offline, mint az online, de mégis, hogyha valaki most vágna bele elsőnek, akkor azt mondanám, hogy az online rábat építse fel először, mert logisztikailag könnyebb. Hát főleg, hogyha a tagok mondjuk vidéken vannak, vagy adott esetben a külföldön, akkor még mindig fenn lehet tartani. Viszont ne legyen elfelejtve az offline se. Hiszen amikor valakivel találkozol élőben, akkor annak a személynek ugye előjön a személyisége, egy karizmája, van egy kiállása. Egy olyan dolog, amit online azért sokkal nehezebb átadni. De hogyha ez élőben kapcsolódik az emberekkel, akkor tényleg egy megbonthatatlan kapcsolat alakul ki, és onnantól kezdve nem arról van szó, hogy fizetek-e pénzt, hanem hogy ott hagyom el azt az embert. És mi a terv nálatok, hogy nem tudom, volt már személyes találkozó ebben a két hónapban, meg volt már? Most lesz majd az első. Most lesz, aha. November 12-én talán azt hiszem. Most 2019 novembert írunk, ha esetleg valaki később nézi már a videót. Hogy milyen gyakoriság, meg hogy mik így a tervek így a közösség ápolására, illetve hogy még egy nagyon kérdés, hogy érdekes, hogy engem érdekel nagyon, hogy ez meddig skálázható, mert nyilván ameddig ugye te személyed ugye nagyon fontos benne, sőt ugye pont az, hogy te nagyon aktívan részt vesz a közösségbe, ugye a csoportban, én is benne vagyok a külsős Facebook csoportodban, hogy nagyon személyes, nagyon sokat segítesz a tagoknak, személyesen válaszolod meg, nagyon gyakorlatias tapasztalataid vannak és tanácsokat adsz, hogy ezt meddig lehet kezelni? Vagy mi az a létszám, az elméleti max szerinted, amit mondjuk elbír egy ilyen csoport? Jó kérdés. Hát ezzel kapcsolatban egy olyan tapasztalatom van, hogy a Katapult Klub az 550 fős volt, amikor a legtöbb előfizetője volt, és az még kezelhető volt mindenképpen. És hát most még ez a 170-180 fő, amivel most üzemel a Do Marketing Klub, ez meg se kottyan gyakorlatilag. Tehát kicsit soknak tűnhet, de valójában egyébként nem annyira az. Gondolom, annak aktívabbak, kevésbé aktívabbak, inkább megfigyelnek, tehát hogy ez eloszlik, gondolom. Tehát hogy nem úgy kell ezt elképzelni, hogy akkor van 180 ember, aki naponta kérdez, mert baromira nem. A mostani statisztikákat pont néztem, és az elmúlt 30 napban 79 kérdés érkezett a csoportba. Ami azért nem olyan vészes. Nyilván van közte olyan, ami egy perces választ igényel, meg van olyan, ami 16 perceset, tehát van ennek is egy átlaga, de nem annyira halálos még. Úgyhogy szerintem így a magyar méretek mellett nem biztos, hogy az lesz a gond, hogy ezt nem lehet tovább skálázni, mert azért nagyon kevés olyan helyet láttam, ahol mondjuk több ezres nagyságú előfizetői létszám lenne. Úgyhogy szerintem nyugodtan vágjon bele mindenki. Szuper.